Autós üldözések, karambolos helyszínelések, utcai igazoltatások, jegyzőkönyvek, autóelszállítatás, büntetések és persze fogdába zárások. Ma bizony rendőrnek állok, és elkezdem végigjárni a sünök ranglétráját. Sziasztok srácok, itt viccelek, hadd nagy jelentkezik, pontosabban járőr vagyok egyelőre. Kipróbálunk egy teljesen új formátumot a csatornán, illetve lehet el is fogunk indítani egy teljes sorozatot, ezt rátok fogom bízni, ezt meglátjuk. Létre kell hoznunk egy karaktert, egy férfi járőr leszünk, méghozzá legyünk a legalapabb Frank Miller. A jogszerű közúti ellenőrzése során mindig végezhetsz drogtesztet. Ezt mondjuk jó tudni, ezt mindig el is fogjuk akkor végezni. Rengeteg az info is, egyébként annyi felkészítést kaptam csak egy új nap a darálóban, fúzsd át az elérhető műszakodat, hogy egy nagyon-nagyon komoly és összetett játékról beszélünk, úgyhogy itt szeretnék akkor elindulni, és megmutatok nektek mindent. Egy 20 perces műszakot fogunk elkezdeni, mint járőr, mint az utca királya, mint az utca hőse, a megmentő, és egyébként, hogy csak így megmutassam nektek, ez itt mind arról szól, hogyan legyünk jó rendőr, bevezetés, intézkedések, és ezt így letekered, oké, ez volt a visszatartás, de figyelj, bírságolás, megbilincselés, mindennek saját szabálykönyve van, jegyzőkönyvírás, hogyan mit... Tehát komolyan mondom, gyerekek, ez a játék, ez olyan brutális, és akkor az eszközök is mindenről leírás van. Ennek a játéknak olyan mélysége van, hogy konkrétan szerintem komolyabb, mint a GTA-nak. Na de a lényeg, hogy kipróbáljuk magunkat járőrként, meglátjuk, hogy mennyire lennék jó rendőr. Lottószámok megvannak, összefüggés nem találtak ki, rendben, akkor ezt felírjuk, ezt majd este megjátsszuk. Na ne, tehát hogy nem tudom ezt a játékot hol fejlesztették, szerintem amúgy amcsi, de ez itt, ezt itt úgy hívják, hogy rasszizmus. A rendőr őrsre kitesznek 3 doboz fánkot. Ja, és ez csak egy asztal volt, a többi asztalon is fánkok vannak, úgyhogy nem, gyerekek, ez csak poén lehet, hogy fánkot esznek a rendőrök, azért ez nincsen így, de akkor menjünk ki. Elkaptak, na várjatok, üdv és sok szerencsét az első napodhoz. A mai műszak során parkolási bírságokat kell majd kiszabnod, szóval figyelj majd oda a parkolási szabályok megsértő járművekre, 4 résen jogszerűen járj el, majd ezt meglátjuk. Ne feledd megállítani, csak észszerű gyanú esetén szabad valakit, őrizetbe venni pedig csak akkor, ha elégséges bizonyíték áll rendelkezésre, lesznek majd jobb és rosszabb napjaid is, de ne feledd, mindegyik más és más lesz, sok szerencsét. Köszönöm, kolléga, ezt észben tartom majd. Na most, ez egy 20 perces műszak lesz egyébként. Ja, itt vannak az ilyen... Ja, fogvatartottaknak! Aha! Idehozom majd be sorjába az embereket, hogyha bárki bemer nekem szólni. Ja, oké, megtaláltam a kijáratot is időközben, nem volt egyszerű, ez az első műszakom. Ja, értem, tehát parkolási bírságokra megyek, nyilván minden rendőrnek ez meg a gyorshajtás mérése a kedvence, de mellette szemetelés, tilosban átkelést, ilyeneket is lehet csinálni. Figyelj, nem olvasunk annyit, hanem megindulunk, megnézzük a parkoló. Aha. Parkolás, igen, nagyon-nagyon rámennek a parkolás, nem tudom, mi bajuk van, de egyébként ezek a biciklik itt jól parkolnak egyáltalán, ez itt nincsen leláncolva. Ezt ha akarnám, simán el tudnám minden vinni. Na, az első autó, amit megtaláltam, Focus Mode. Igen, ez lesz az egyik kedvencem, rá lehet fókuszálni különböző rendszámokra, meg emberekre, és akkor tudunk mindenféle következtetést levonni. Itt az első autó, amit csak látok az utcán. És akkor, várjál, no parking van 8-tól 12-ig kedden. Milyen napot írunk, azt tudom, hétfő van, azt látom. És akkor ez a kocsi itt most elvileg parkolhat? Ja, de várja, ez itt be van neki fizetve, valid. Tehát megnézzük akkor ezt a rendszámot. Előbb azt mondta, hogy nézzük meg a rendszámot. Rendben, akkor ezzel így jók vagyunk. Akkor ez a kocsi, ez itt így jól parkol? Nézzük a következőt. Valid a parkoló órája. Tehát akkor elvileg be van fizetve. Ez az autónak a rendszáma. El ne üssél, haver, vigyázzal, mindjárt letartóztatlak itt nekifutásban. Jó, hát eddig minden rendben van, de hogyha tovább jövünk erre... Hoppá! Elkaptuk az első emberünket, le van járva neki a parkolási díja, és igen, amúgy ezt magam észrevettem, de a játék is segít. Ó, a mozgáskorlátozottak tovább is maradhatnunk, úgyhogy ezt meg kell néznünk a rendszám tábláján. Ott van a jelzés, hogy mozgáskorlátoz. Hát itt nincsen jelzés, illetve háttérellenőrzések. Na várjátok, a C betűvel még háttér ellenőrzés is tudok végezni a kocsin. És akkor ez itt a jármű információja, van tulajdonosa méghozzá, ő itt látszik a képen, ott a rendszám, két ajtós, érvénytelen a biztosítás, meg a rendszám, lopottként legalább nincsen bejelentve, tehát hogy ezek a rögzített jogsértései, elítélték gyermekbántalmazásért. Hát szerencsé, hogy nincs itt a kocsiba, mert olyat beütöttem volna neki a szélvédőn, egy ilyen bűnért, gyerekek, helyszíni bírságot kapott, éjszakai, szóbeli figyelmeztetés, fú, ez nagyon sok mindent csinált, mert ennek a lehető legkomolyabb bírságot akarom most adni, amit csak lehet. Oké, ez azt jelenti akkor, hogy fogom magam, az F-fel tudok interakciót, vagy elvontatom, vagy parkolás. Az a baj, ezt nem vontathatom el mi, mert csak le van járva a parkoló órája. De várj, többet nem tudok bírságolni? Mert ugye ez egyszerre lejárt rendszámtábla is. Tehát ezt akarom, meg ezt, mind a kettőt.
Ezt is. Ja, értem. Tehát, hogyha nem szórakozom az egész játékot, akkor előréptethetnek majd engem komolyabb járőrökké, meg mindenféle kapitányá. De hogyha valamit elrontok, akkor meg levonnak a pontomból. Tehát pontokat kell gyűjteni, hogy jobb felül akkor az látszik, és az alapján fogok tudni előre lépni. Ezért most kaptam 10 pontot, de amúgy akarok neki még egy bírságot adni, mert ugye lejárt rendszámtáblája is van, szóval ő tényleg, hogyha valaki, akkor ő megérdemli, hogy duplát kapjon, és ezért is megkaptam a 10 pontot, és meg tudom nézni a részleteket az ibetűvel. Eddig ez a két jelentésem van, értem, aha, tehát akkor jó, oké, szerintem azért kezd most már összeállni gyerekek a játék egyre, jó? Na veled meg mi van? Ha mozgásérült, jó, akkor nem bántjuk. Következő. Itt van még egy autó, ami úgy látszik, hogy jó helyen parkol, nincsen vele baja. Akkor ezt hagyjuk is. Na menjünk másfelé is. Nézzük meg a túloldalt is. Oké, álljatok meg egy percet, mert itt rendőr kell át. Jó, tehát itt rendőr közlekedik. Mindenki álljon rá a fékre. Oké, köszönöm, most már mehettek. És te itt mit csinálsz? Kicsit gyanúsan dőlsz neki annak a dolognak. Itt is nincsen parkolás, de csak kedden és hétfő van. Várjatok. Hoppá, észrevettünk valamit! Ez a járdán parkol. Járdán való parkolás miatt is meg lehet büntetni, ez egy új info akkor, amit tudunk figyelni. Jó, hát ezt azonnal már verjük is a bírságot, hát nem szórakozunk. Na, mikor lehet amúgy elvontatni valakit? Mindegy, ezt egyedül azt csináljuk, hogy speciális parkolási zóna. Aha, akkor ez nem az volt, várjatok, hanem pozíció és irány. Aha, részben a járdán, ja, ennyi mindent lehet külön kiválasztani és megbünteti. Komolyan mondom, gyerekek, ez a játék ez tényleg nagyon-nagyon profi. Tehát itt annyi mindent kell figyelni, meg annyira sok mindent lehet majd benne előrelépni, meg kipróbálni. Kíváncsi leszek, hogy ott van még egy, ez is nem a járva. Azt mondjuk megnézzük, hogy nem mozgássérült-e. Ebből azt hiszem, hogy nem. Ki mert hozzám szólni? Gyere ide! Mindjárt vizsgálak meg, bilincsel. Hogy mert hozzám szólni? Le is igazoltatom azért. Hogy nézzem meg a személyidet? Here. Tessék, vegy el! Most már egy kicsit morcosabb lett az ember, ezt felfoghatnám akár gyanús viselkedésnek is. Ja, hát ebben én nem látok semmi rosszat, úgyhogy visszaadom neki. Oké, tessék. Közlekedési utasításokat is adhatok neki? Na várjatok, ez mit csinál? Azt mondom neki, hogy terület kiürítése. Fogom, azt elküldöm innen, mert beszólt nekem. Na nézzük, ez mit csinál. Biztonság érdekében ne használja itt a járdát. Tehát itt nincs is semmilyen vész. Visszabeszél nekem, mindjárt fogom magam, azt bebilincselem, beviszem a börtönbe. Jó, ez jól sikerült, gyerekek. Ez komolyan mondom, ez végre egy olyan játék, ahol mindenkinek a legnagyobb vágyait ki lehet élni, vissza lehet élni a hatalommal. Jó, hát ez itt egy lejárt parkolás, úgyhogy ezt meg is büntetem. Jön is befelé a cash, gyerekek, gyűlik a pénz, nap végére tele leszek már lóvéval, annyi mindenkit megbüntettem. Lejárt rendszámtábla, az az autó lejárt rendszámtábla parkol itt. Aha, várjatok csak, tehát hogyha megnézzük, 22. júliusában járt le a rendszámtábla, és 22, de várjatok, ez hogy járt le? Hát nem 22. július 11-e van a játék szerint? Úrra, várjatok, az előbb valami nem jött össze. Most lett meg ennek a bőtje. Elvesztetted az első magatartás pontodat, mert nem jogszerűen jártál el az utolsó intézkedése során. Ha végezsz egy intézkedésre, akkor az i-gombban nyisd meg az intézkedés jelentést a rendőrségi számítógépen. A jelentés összegzi az eljárásra rendelt eseményeket. Ajaj. Azt hiszem, hogy beköpött minket az ember, amiért kiürítettük vele a járdát. De most ide visszatérve először is, ezt még fejezzük be. A júliusi lejárás azt jelenti, hogy akkor első naptól kezdve júliusban már nem is lehetne itt az utcán? Akkor ezt most megbüntetjük azért, mert lejárt. De várj, nem ezt büntettük azért, mert fel volt állva? Dehogy nem, ezt már akkor most megbüntetjük még egyszer. Ilyen a jó rendőr, ad egy bírságot, arrébb megy egy perc múlva visszajön és ad még egy bírságot. Lejárt rendszámtábla. Ez az ember, hogyha egyszer vissza fog térni a fodrásztól, ez 100.000 forintot fog szerintem kifizetni. Csak most mi volt? Az előbb az történt, hogy kaptunk egy levonást a gyalogostól. Még az igazoltatás sem volt jogszerű. Hát de beszólt nekem, hogy mert rám köszönni. 7 pontot vesztettem el. Ja, de van 100, hát akkor tök mindegy. Na de nézzük tovább az autókat. Ma aztán az összeset meg fogjuk bírságolni. Oké, ez jó helyen parkol. Viszont nincsen lejárva. Jó, ez most megúszta, de a rendszámtábla most timmel hátul is. Nézzük, hozzám merre szólni. Nem. Tudják ki az utcák, ura, most már nem mernek hozzánk szólni, csak egy embert kellett bebörtönözni kis híján. Hogy füstölt valami? Az ott mi van? Gyerekek, az most mit csináljak ilyen messziről? Autóm lenne, már pattanék be, azt mennék, azt olyan kipördítő manővert csinálnék, gyerekek, hát ez ilyen füstölt autóval az utcámra kijönni azért ez a nem semmi. Szerintem fogom, azt be tudok nézni az emberekhez. Ott látok is valakit, de az ott én magam vagyok. Hát ez simán be tudok néződni, ezt jól megépítették ezt a házat amúgy. A városom romokban, kis stílű bűnözők, pitiáner, gangsterek, mindjárt leköpök itt a hídról, a városvezetés semmivel sem foglalkozik, kezünkbe kell venni az ügyet, ezt a várost meg fogjuk tisztítani, gyerekek. Ezt a várost innentől kiemelem a porfészekből, a mocsokból, a semmittevésből, a szürke napokból, ez a város fel fog virágozni. Ne legyek én
Frank Miller járőr, azt hiszem ez a nevem. Innentől kezdve mi leszünk a hónap dolgozói gyerekek. Mármint persze rajtatok múlik, hogy érdekeleteket folytra. Fedezd fel a következő látnivalót, óriás fej. Aha, ez itt az óriás fej? És akkor ez így most jó? Kivel tudok beszélni? Vele itt tudok beszélgetni. Hát zargassam itt ülés közben. Magában beszél? Ez várj, akkor most már mindjárt megbeszéljük, hogy mi újság van vele. Mit tudok vele csinálni? De hát előbb is igazoltattam, az baj volt belőle. Csak jogsértő helyzetbe lett igazoltat. Akkor inkább hagyjuk, akkor elengedjük. All right, you're free to go. Elmehet, legyen szép napja. Valaki ott ücsörög, oda megy hozzád egy rendőr. Rendben, elmehetsz. Legyen szép napod. Fogom az csicskit, amit a járókelőket. Hát komolyan mondom, gyerekek, ez a játék, ez zseni. Most akkor felfedeztem, vagy most mi van? Na mindegy, menjünk tovább, keressünk még autókat, amik esetleg rossz helyen parkolnak, vagy járdán parkol. Valaki köszön neked. Ez nagy hiba volt. De az a baj, már ki fognak rúgni lassan, inkább elengedjük, jó? Rendben, viszlát. Bárki hozzánk mert szólni, az nagyon nagy veszélynek van kitéve. Amúgy itt lehet egyáltalán parkolni rögtön a busz megálló után? Szerintem biztos, hogy nem. Szerdán nem lehet parkolni, de hát itt ez biztos, hogy nem lehet parkolni, nem? Tehát én ezt most meg tudom így büntetni egyáltalán? Nincsen lejárva az a szerencséje, de ez szerintem itt rossz helyen van. Jó, mindegy, szerencsét próbálunk, ezt elvontattatom innen, már nagyon ki akarom próbálni. Elvesztettem 5 pontot. Valakinek elvittem az autóját, úgyhogy nem szabadott volna. Várjatok, itt valami nagyon mellé ment. És pont ráadásul abból vontak le, mint amiből az előbb is. Amikor valakit kiürítettem az utcáról. Ez itt nem volt jó. Ez itt nem volt jogszerű. De úgy gyorsan megjöttem, hogy az autómentő. Fogja, azt már viszi is. Felemeli mindjárt tetejénél fogva. Mit csinál ez? Ezt most végignézem. Jó, oké, rendben, szép volt az elvitel. Hopp, el ne üssél! Rendőri karjelzések. Jó, ezt most ki fogom szedni a kocsiból, mert majdnem elütött. Hogyan tudom megnyitni azt a körmenüt? Hát... Annak a járműnek lejárt a rendszámtába, melyiknek? Az a személy szemetelt, hogy ennek járt le. Hopp, ezt most innen fogom, azt akkor amit csinálom. De elmegy! Hát állj már meg, hogy tudom elővenni a fegyvert? Le van járva a rendszámtáblája, azt itt megy az én utcámban. Ki az, aki szemetelt az előbb? Mik ezek a jelzések? Várjatok, ez most egy csomó újdonság történt itt. Hát de így most mit csináljak amúgy járőrként, hogy még semmi hatalmam nincsen? Hol egy pisztoly vagy bármi? Tényleg van amúgy pisztolyom? Ja igen, ott van. Hát akkor miért nem állítottam meg azt az autóst? Ha menjünk, keressünk még, ott van valaki, ott parkolott, biztos nem lehet. Az a baj, vagyom vissza kéne dolgozni itt közben a... Hopp, 21 júniusában lejárt, ez itt le van járva, gyerekek, ezt megbüntetjük. Vissza kéne szerezni azokat a pontokat, amiket elbuktam, mert volt egy-két jogszerűtlen megoldásom. Az ott mi Burger King, csak Burger Heaven-nek hívják. Az összes autót amúgy átnéztem, de több szabálysértést nem nagyon találtam. Ott nem is parkol senki. Ez itt mit csinál, ez itt parkol? De egy az utca mentén csak úgy le lehet állni amúgy. Ez is Wednesday-es. Napokon nem parkolhat csak itt. Jó, hát végül is, mivel nem tiltja tábla, amúgy azért itt állhat elvileg. De ott vannak még autók, mert bírságolni akarok még. Valaki köszön neked, na, nem tudja mekkorát hibázott, de most egyelőre inkább nem fogok vele keménykedni, mert közben mindjárt lejár a műszakom, aztán még alig szereztem pénzt. Rossz irányban parkolás. Ja! Ugye csak a menetirány szerint parkolhat, ő pedig ezt elrontotta, úgyhogy nézzük csak meg a rendszámot is akkor már. 22. március? Az is akkor le van járva. Rendszám, rossz irányba parkolás, erre most az összes bírságot ráverem, amit csak ki tudok találni. Na figyelj! Kapsz egy olyat, hogy pozíció és irány forgalommal szemben. Ez eddig egy. De itt még nem állunk meg, mert le van járva a rendszám táblája is. Jó, szuper. Nem rontottuk el, úgy tűnik, mert erre is megkaptam. Ez hogy füstöl? Állj már! Be van törve, annak a járműnek füstöl kipufogója. Most mit csináljak? Ha utol nem érem. Hogyan menjek utána? Észrevettem, hogy füstöl, tudom jól? B-köri, valami B-körit felfedeztem. Ja, ezt fedeztem fel, nagyon jó. Szóval szerintem ezt majd később fogom tudni, csak az a személy szemetelt. Ki? Ki szemetelt? Az ott? Na jó, oké. Ezért most börtön jön viszont. Ez innentől kezdve... Álljál csak meg, fiam! Hol a fegyver? Hogy tudom megverni? Várj, hogy tudom megverni? Igazoltassam? Jó. Like to see your ID, please. Meg szeretné az igazolványt. Ezre okay, most kaptam 5 pontot, redben járőr itt van. Jó, most nem akar velem itt keménykedni, hogy még beköp engem, hogy igazoltattam. És akkor ez azt jelenti, hogy minden oké vele? Ezt visszaadjuk. Az illető állandóan körülnéz, hopp, várjál. Végre valakit most megmotozhatok. Azért, mert folyton körbenéz. Ez egy kicsit egy kitalált indok, de akkor megmotozzuk. Átvizsgáljuk pontosabban, és a megmotozást, ugye? Vagy az átkutatás volt? Remélem, hogy ez volt, nem akarok megint rosszat nyomni. Mi a különbség, ami a kettő között? Megmotozni, meg átvizsgálni. Hopp, kicsit szomorú lett az öreg, nekem nagyon gyanús, nem találtál semmit. Hát jó, mindegy, folytassuk. Nem tudok vele még valamit csinálni. Jó, kiszabok rá egy büntetést. Aha, lehet egyszerre többet is, de akkor többet kell kijelölni. Most minden esetre csak a szemetelés miatt tudok rá kiszabni egy bírságot. Azonnal bírságolunk, hogy nincsen szóbeli figyelme. 25 dollár lesz. Vagy pedig ide a zsebbe 20 dollár, és akkor olcsóbban megúszod, de akkor elengedjük őt. Ezzel akkor megvolt az első ember elleni
intézkedésünk is. 20 pontot ért? Ez nagyon jó, ez nagyon-nagyon megérte. Ezek meg itt telefonoznak az utcán. Hát gyanúsan is, ki, mind a kettőnek ugyanolyan kesztyűje van? Vagy csak árnyékos a keze? Ja, ez csak a textúra. Jó. Ez nekem jön. Na várj, meg itt valaki szemetelt. Ki szemetelt? Előbb itt sárgával jelölte, hogy ki az, aki szemetelt, de amúgy honnan vette észre a járőr, hogy szemetelt? Hát nem is láttam egy embert se. Hát most ezt a szemetelést valaki nagyon megúszta, mert nem tudom, hogy hol van, akire gondol a játék. Hello. Na megint rám köszönnek. Hát ne zavarjatok, már dolgozok. Nem látjátok, hogy dolgozok? Komolyan mondom, itt az drága időmet pazarolják. Jó. Ez egy ilyen céges autó az egyik kajáldának. 22. október, jó, hát ezzel itt nem tudok mit csinálni, ez itt jól parkol, táncszámtábla megegyezik. És amúgy között bal oldalt fent, ha jól látom, akkor lassan az a személy szemetelt. Ki? Ki volt az? Ki merészelt szemetelni az utcámban? A városomban? De tényleg ki volt az? Hát nem látom. Az meg átfutott! Ezt most elkapjuk, ez viszont most tényleg elkapás lesz, mert átfutott. Gyere ide! Először is. Kiszabunk egy büntetést szabálytalan átkelésért. Ezzel indítunk rögtön bírság, nem szólunk, megbüntetem tiltott helyen valátkés miatt. $25 lesz megint. Az ügyvédelmek is lesz egy szava? Elég mérgesnek tűnik, úgyhogy leigazoltatjuk innentől kezdve. Az ügyvédel fenyegetés... Tessék, járőr. Jó, most már kezd kicsit visszavenni az arcból, rendben. Még hogyha végén még egyet szólni fog nekem, akkor biztos, hogy beviszem az övesre. Jó. Ezt most visszaadjuk. És hogyha nem szólsz be nekem, akkor most ennyivel ezt megúsztad. Viszlát. Have a nice day. Nagyon szép napod. Azt az ügyvédet meg majd akkor várom, hogy szóljon nekem. Jó, hát úgy látom, a műszakom a végéhez közelít, úgyhogy lehet lassan vissza kéne már akkor menni az irodába, megírni a jelentést. Ez a busz megállóba megállt. Végre valakit elvontathatok, várjatok akkor. Ezt még gyorsan akkor én elküldöm. És utána fogom csak leadni a műszakot. Már úton is vannak az a személy szemetelt. Végre megjelölték ki az. Innentől kezdve neki már lőttek. Fogja irányjelzés nélkül, nem indexelt. Ha gyalog vagy és már feloldottad, akkor használd a rendőrségi táblát a kocsi félreállításához. Hú, ezt hogy csináljam? Várjatok? Ezt most meg akarom próbálni. Itt egy C betűt, hogy megnyomok, ez más. Műszak befejezése. Mindjárt visszamegyek. Ja, de nem szabad nagyon elnyújtani is a műszakomat. Ó, ne. Jó, mindjárt először is akkor a szemetelőt elkapom, mert ez nekem nagyon-nagyon bántja a lelkemet, hogyha valaki elkezd szemetelni. Szemetelés. Bírság rögtön, tudjátok, hogy csináljuk ezt mi? Rengeteg pénz, ezért most leigazoltatom. Kérem szépen akkor az igazolványodat. Remélem az meg le van járva. És ugye le van járva, akkor be is vihetem azonnal. Úgy azt meg akartam volna nézni, hogy hogy vontatják el. 22.7.21. Éppen szerencséje volt még. Jó, ezt megúsztad. Elengedem, gyorsan meg akarom nézni, hogy hogyan vontatják el. Rendben, elmehet, szép napot, oké, viszlát, jó. És ott az autó, már viszik is. Azt hiszem, ez jól sikerült. Itt a jelentések között, hogy még visszanézem. Jogszerű volt a vontató. Végre ez is akkor összejött. Fárasztó nap végére, akkor visszamegyünk az ősre, leadjuk a műszakot, megnézzük, hogy sikerült-e valami előrelépést kapni, vagy nem tudom. Gondolom mondjuk nem egy nap után leszek rögtön nyomozó kapitány, meg ilyenek. Azt mondjuk sajnálom, hogy 12 ilyen tiszteletpontot elvesztettem, vagy micsodát. Gondolom, hogy ez túlságosan nem megy, akkor kirúgnak. De mellette meg van 140 büntetéspontom. Tehát akkor az, gondolom, az ellensúlyozza, nem érted? Tehát, hogyha mondjuk megversz 3 embert, de mondjuk elkapsz mellé 10-et is, akkor érted, a 10 jogszerű, meg a 3 jogszerűtlen, azok kiüti egymást, nem? Na, hogy tudom leadni a melómat? Innen indultam, úgyhogy gondolom innen kell leadni. Műszak befejezése. Aha, és akkor most fogom megírni a jelentést, és azzal lesz majd vége az egésznek. Belépünk még ezt is, hogy megcsinálták, nagyon-nagyon tetszik amúgy. Igen, műszak jelentés, itt van minden, amit csináltam a nap folyamán. Hát az magatartáspontnak számít, amit elbuktam. Hoppá, kaptam sebességmérőt! Adjátok ide, gyerekek, holnaptól kezdve tele leszünk lóvéval, mert sebességmérést fogunk végezni, ez lesz akkor a következő műszak, már tudjuk is, buffort landingbe fogunk majd menni. Jó, ez úgy látom, hogy elég jó, mert szintet is léptem közbe. Hoppá, még közben egy kis info, feloldottam a járműautós műszakot is. Most már tényleg le tudom majd követni akkor a füstölő kipufogókat, azt úgy kipördítem őket, hogy onnantól kezdve be tudjuk majd törni az összes kirakat üveget is. Amit majd persze ő fog majd fizetni meg a biztosítója. Nagyon-nagyon tetszik. Na de skacok, ezzel a mai videónak a végre is értünk. Csapjatok egy óriási, hatalmas lájkot, hogy élveztétek ezt a részt, mert azt kell mondjam, szerintem tényleg fantasztikus ez a játék, rengeteg minden van benne, amit ki lehet még tapasztalni, igazából még csak egy napot teljesítettünk, és már most megláttuk, hogy mennyi mindenre figyelni kell egy járőrnek. Lejárt rendszámtábla, ráparkolt az útra, tiltott helyre parkolt, lejárt a parkolásra, stb. És ez még mind csak gyalogosként volt. Most már lesz nekem rendőrautóm is, lesz már sebességmérőm is,
komolyan mondom, én ezt nagyon-nagyon szívesen csinálnám még tovább, elhoznék akár még ebből 10 részt is, úgyhogy rátok van bízva, tényleg csapjatok egy lájkot, hogy élveztétek, és írjátok meg nekem kommentekben, mit gondoltok az ehhez hasonló ilyen szimulátoros játékokról, mert hogyha úgy van, akkor hozhatok még akár többfajta szimulátort is, és hogyha pedig kedvetek van, akkor nyugodtan megírhatjátok azt is, hogy milyen szimulátort próbáljak ki, adhatok esetleg tippeket, úgyhogy meglátjuk majd tényleg, de szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fun. Úgyhogy ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok ezt a kis csengőt is, már csak azért is, mert hogy ezt nem teszitek meg, előveszünk a jegyzetfüzetet, azt már írom is a bírságot. És hogyha bárki is előmeri hozni azt a szót, hogy ügyvéd, azonnal, megy is rögtön a börtönbe, olyan cellát kap, ahol még ágy sincsen. Na de én a műszakot leadtam, ez a videó is véget ért, úgyhogy további szép estét, gyertek vissza holnap is, addig is még, sziasztok!